A Zempléni Település Szövetség napjának története egészen 1997-ig nyúlik vissza, amikor is a szervezet nagy sikerrel, több tízezer ember részvételével megtartotta az Európa hetet. Azóta minden évben más településen rendezik meg az ETS napot. A 25 éves szervezet így 23. alkalommal rendezte meg a települések közös ünnepét, melynek sikere az összefogásban is rejlik. Azt tudom mondani, hogy mindenkinek, a országba járok, hogy arra biztatom, hogy az önkormányzatok működjenek együtt, szövetkezzenek, mert többre jutnak, együtt pályázzanak, és én azt gondolom, hogy közösen sokkal több eredményt tudnak elérni a településen élők érdekében, és én ezt látom itt Zeppelinben. Az eseményen az is elhangzott, a negyed évszázad után a további sikeres együttműködés érdekében új alapokra kell helyezni a közös munkálkodást. A szövetség most abban az állapotában van, 25 év után, amikor az új kihívásokat és az újfajta tárgyalási technikákat kell magáévá tenni, és el kell kezdeni célokat kitűzni, felépíteni egy olyanféle fajta képviseleti, érdekképviseleti rendszert, amely hatékonyá teheti a működését. Az ETS nap keretében adták át a Zemplénért elismerő címet, mellyel azok a személyek jutalmazhatóak, akik eredményes tevékenységet folytatnak a térség gazdasági, társadalmi, kulturális, szellemi életének területén, valamint a zempléni térség javára fordítják munkájukat. Elismerésben részesült Nagy László Gőcs polgármestere. Maga ez a Zempléni Település Szövetség azért jött létre alapvetően, hogy képviselje ezt a térséget. Nem csak a politika felé, nem csak a társadalmi szervek felé, hanem összefogja ezeket a településeket, és meg tudjuk egymásnak mutatni, hogy mennyire jó az, hogyha együtt vagyunk, együtt tudunk ünnepelni, együtt tudunk gondolkodni. Zemplénért elismerő címben részesült Szatmári György, aki több mint 40 éve meghatározó személyisége, Zemplén kulturális életének jelentős szerepet tölt be a mai napig a zenei, oktató-nevelő munkában. Nincs a településen olyan hely, ahol nem lettünk volna. Vagy az énekkarokkal valamelyikkel, mert nem csak egy énekkarom volt nekem. Nemrégében még ilyen pávaköröm is, illetve hát egy ilyen amatőr falusi kórusom, dalárdám, de az a helyzet, hogy egyszerűen az öregekkel már nehéz. Fiatalok meg nincsenek. A díjátadó ünnepséget kulturális műsor követte az ETS napon, melynek során a Település Szövetség tagtelepülései mutatkoztak be.